jött el az ő irgalma, napról napra megújul kegyelme. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen attól, aki volt, aki van és aki eljövendő. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 165. számú dicséretet énekeljük, a 165. dicséret első versét. Itt van Isten köztünk, jelen.
Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főkapnak, és bement Jézussal együtt a főkap palotájába. Péter pedig kívül áll az ajtónál, kiment hát a másik tanítvány, a főkap ismerőse, szólt az ajtó közönáltan, és bevitte Pétert is. Az ajtó közönző szolgálójának a így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is, de Mikaelt nem vagyok. Ott álltak a szolgálók és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert ugye volt és melegettek, Péter is hozzák köztük is melegettek. A főpap pedig tanítványai és tanítások elől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki. Én nyilvánosan szóltam a világhoz, én mindig a zsinagógában és a templomban tartottam, ahol a zsidók mindnyájan összegyűltek. Titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mint beszéltem. Íme, ők tudják, hogy amikor ezt mondta az ott álló szolgák közül, az egyik arcok ütötte Jézus. Szóval így felelsz a főpapnak. Mire Jézus így válaszolt neki, ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt, ha pedig jó voltam, miért vitt engem. Annás, ezután elmondja őt megkötözve Kajafáshoz a főpaphoz, Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá, nem az új tanítványai közül való vagy te is. Ő tagadta, és megint csak azt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt, nem láttalak én téged vele együtt a kertbe. Péter ismét tagadta, és akkor jobban megszólalt. Kedves ünneplő testvéreim, talán mindannyian hallottuk már ezt a történetet, és minden keresztény gyermek, fiatal és felelőtt, által műveltségével beletartozik a Biblia e szakaszának a pontos ismerete. Ennek a leírásnak az értelmében egyértelművé válik, hogy az Úr Jézus Krisztus a kereszten való szenvedése előtt egy olyan eljáráson kellett keresztül menjen, amely során feltétlenül, hogy mindenképpen be akarták bizonyítani, hogy bűnös. Tehát nem arról szó, hogy látták, hogy bűnös, tetten érték volna egy törvényszegésen, és emiatt citálják a bíróság elé, hanem ártatlanságában megfogva oda viszik, és megpróbálnak ellene olyan vádat felhozni és bebizonyítani, amelyel majd esetlegesen sikerült elítélni. Nem úgy kellett, hogy dolog ez az emberi szándék. Azelőtt is volt már ilyen az emberiség történelmében, és azóta is előfordul. Nemrégen emlékeztünk az 1956-os forradalomra. Ott is rengeteg ember lett áldozattá. Büntelenül is, különösebb dolgok elkövetése nélkül is bevádolták. Őket rájuk bizonyítva dolgokat, és aztán megpucolták, hogy éppen kivégezték őket. Úgy hívják ezeket az eljárásokat, hogy koncepciós betűk. De ez csak az előzménye annak a nagy eseménynek, az unikus esetében, aminek viszont sem az előtt, sem az után soha nem történt meg az emberiség történelmében, mert nem is lehetett megismétlődnie, és nem is volt rá szükség. Ez a megismételhetetlen dolog pedig nem más, mint az ő keresztelt bennmaradó egyszerű, tökéletes váltság áldozata, amikor saját szenvedésével fizetettem azért,
hogy megváltson bennünket az örök életben. Kedves gyülekezet, kedves tanárok, tanulók, kedves vendégek! A mai napon, amikor itt nyilvánkodnak kiemelkedően az 500. évfordulóra, a reformáció 500. évfordulójára emlékezünk és ezt ünnepeljük. Ebben a helyzetben most ez a felolvasó történet különleges módon vezeti a gondolatainkat. Mert ebben a különleges és jól ismert történetben felfedezhetünk egy nagyon érdekes dolgot. Azt, hogy itt párhuzamosan egy kettős kihallgatás történik. És ennek a kettős kihallgatásnak mindannyiunkra nézve, kicsikre és nagyokra egyaránt nagyon komoly üzenete van. Egyfelől, ahogyan világosan hallottuk, mindannyian az Úr Jézus a zsidók törvényre hivatkozva elviszik Annás és Kajafás papjukhoz, hogy szépen lehetőleg egy pontosan megtervezett menetrend szerint tudjanak ellene eljárni. Így mondja a Biblia, hogy keresték a vádat ellen. Például azt a vádat, amit meg is találhatunk egyszer Jézus. A templomból kivetve azt mondta a tanítványainak és valószínűleg mások üle hallatára, hogy ha lerombolják ezt a templomot, már még a Jeruzsálemi templomot, akkor ő háromnapot felépíti. De mi már tudjuk a teljes Biblia alapján, hogy Jézus nem arra a kőtemplomba hivatkozott, gondolkodott, és nem arról beszélt, hanem a saját testét a templomáról. És a Szentírás leírása szerint ez meg is következett, mert halála után harmadnak, amikor az apostoli hitvallásban mondjuk, halottaikból feltámadt, valóban felépült az ő testének tempóban. A tanítványok maguk is megtudták ezt, hiszen saját szemükkel nem csak hallották ezt a kijelentést, hanem szemtanúk lehettek testtemplomának felépítésekor. Tehát Jézus kihallgatásához szabályszerűségre törekedtek, az elemek eljárók. De mégis azt derült ki, hogy a zsidók kiengedik, a kezük közül átadják az ügyet, mert a római fennhatóság rendelkezései, törvényei szerint ők maguk azért halálra nem ítélhetnek semmit, csak elsegíthetnek arra, hogy valakit halálra ítéljenek. Így kerül az Úr Jézus Krisztus az ő felhatóságuk alól világoshoz, a római helytartóhoz azért, hogy a helytartó a neki adott császári felhatalmazás alapján hozott ítéletet tegyen. És ugye arra is emlékeztek, hogy ez a nagyon erős felhatalmazó, okos világos, mennyi küzd ezzel az ügyel. Míg a kezét is megmosta az eljárás végén, kifejezte, hogy átadtam ennek az embernek a végétől, és azóta is közmondás szemüvény várva az, amikor el akarunk utasítani magunkról valamit, és azt szeretném kifejezni, hogy nincs közünk az ügyhoz, akkor ez a szóhasználat érvényes magyarban is, hogy mosom kezeimet. Hát minden számozik. Ráadásul még a felesége is előállt világosnak, és azt mondta, hogy ne avatkozz ember, ennek az átlagos embernek a dolgába, mert vissza sokat gyötrődne miatt. De nem ezért kettős a kihallgatás, hogy egyik helyről egyik kihallgató állomásról viszik a másik kihallgató állomásra az urat, hanem más miatt. Amiatt, hogy a háttérben miközben az Urat kérdőre vonják, fogadják, meggyalázzák, a háttérben folyik egy másik fajta eljárás. Egy másik fajta kihallgatás. Ott már nincsenek főpapok,
helyszín a külkapun van. Ugyanis az történt, hogy Jézusnak az egyik tanítvány okoskodóan elindult, illetve kettőn is elindult Jézus követésére. Annak ellenére, hogy az ott megmondta, maradjanak itt a Getsemáné kertjében, mert nagy időt, órák következnek, ez a legbiztonságosabb hely a számomra, maradjanak itt és imádkozzatok. De Péter és a másik tanítvány csak imába szegődik, elfogott Jézusnak. És ez a Péter tanítvány olyan virtuózott, hogy máskor is úgy gondolta, hogy jobban tudja, mint Jézus. Legalább egy kicsivel jobban tudja, mint Jézus. Ezért utána ment a mesternek, hogy miért. Diák szemmel és diák szinten mondanám azt, hogy csak érdeklődésből. Hát nem kíváncsiak vagyok az élet nagy dolgaira, hogy a felnőttek maguk titokzatosságában tartanak meg a hatáskörüket. Ez mindig így volt és így van, amit az ember gyerek, akár alsó, akár felső tagozatos, mindig szeretne kicsit többet látni annál, mint amit megengedett nekünk. Kicsit szeretne tovább menni a dolgokban, a dolgok mélységére annál, mint amit engedélyezett. Lehet, hogy Péter is volt ezzel a dologgal. Elment Jézus után azért, hogy lássa, mi történik vele. Vagy talán azért, hogy egy kis információt szerezett. Több információ legyen, mint a többi tanítványnak is, hogy visszamegy, hogy el tudja mondani, hogy na ide figyeljetek. Én ott jártam, én hallottam, én láttam, én szemtanúja volt, aki nem tudott semmit. Egyszerűen intézkedni akart, és bizonyítani akart a hősiességét. Ezt igazából nem tudom. De azt tudjuk, hogy ott a főkapuban, ezen az estén váratlanul, ez a Péter egy bizonyítási eljárásba keveredik, ráadásul nagyon egyszerűen, spontán módon és nagyon természetesen előáll egy cselédlány, aztán jön egy másik, aztán megjelenik egy harmadik, akik valahogyan felismerték, hogy ez a Péter, ez Jézussal volt. Az egyik azt mondja, te is a 12 társaságába tartozol. És volt olyan, aki azt mondta, a másik evangélium leírása szerint, hogy te is Jézus tanítványának, mert a beszédben elárul téged. Következtetni, hogy ez az eljárás Judeában történik, a főváros tartományában, Jeruzsálemben. Péter, a többi tanítvány Galileától való, egy másik tartományból. És ez olyan, mint amikor mi elmegyünk Budapestre, és azt mondjuk a budapestieknek, hogy jó. És ők néznek, hogy mit akarnak mondani, ők más hangsúlyjal mondják azt, hogy jó. Értjük a magyar nyelvnek a keretein belül, hogy mind a kettő azt jelenti, hogy valami helyes, valami jó, de a tájszólások, a nyírségi szakkocsi tájszólások, amit soha ne szégyeljetek, az azért kiütközik a beszédünk. Hát valami ilyen dolog lehetett, erre következtethetünk, amikor az egyik cselédlány azt mondta, hogy közünk való, hogy Galileából számozunk, mert a tájszólásod, a beszédet elálló téged. A lényeg, amit láthatok, hogy Pétert is meghallgatják, és Péter tanítványt is kihallgatják. És mit csinál Péter? Rettenetesen megijed, félti önmagát, csúfos vereséget szenved a hős tanítvány. Szinte összeomlik is, amikor megint egy váratlan pillanatban összeakad a tekintete, vagy a Jézus tekintetével, hogy ez az erős férfi ember, ez a példaérték, előre menő, előre szóló tanítvány, keservesen elkezd sírni. És nincs itt még a történetnek, mert van menekülés. Mert bent, miközben az Úr Jézus Krisztus, aki meglátogat, kihallgatják, maradják, sarokhoz
kedves világai, református, általános iskolások, pedagógusok, városvezetők, előjárók, országgyűlési képviselők, parlamenti küldött testvéreim. A mai reformáció ünnepről nap ünnepségének a kezdetén, amikor látjuk ezt a kettős kibolgatás történetet, akkor azt kell megértenünk és megjegyeznünk, hogy ilyen kihallgatások átmenik vannak. Nem csak akkor a bibliai korban történt ez meg, hanem a keresztény élet velejárója az, hogy kihallgatásokról kihallgatásokra folyik az életünk. Például, hogy történt a reformáció korában, a 16. században, amikor a Holstein birodalmi ülés elé oda vitték Luther Mártonhoz. És történelemből talán a nagyobbát tanulják, hogy ezen a reformációs héten mindenki találkozhatott az információval. A nagy reformátor arra próbálták rávenni, mentse a bőrét, mentse az életét, mondja visszatanítását, tagadja le azt a megvilágosodását, erre elmondott. Nagyon sokat gyötörődött a lelkében, hogy hogyan találom egy kegyelmes Isten, mert neki egy ítélkező Isten tanítottak eddig, aki haragszik, és biztosan a kárhozatba fog őt venni. Rengeteg tudományos kutatást is végezhetett a korszínvonala szerint, hogy megtalálja a megoldást, és megtalálta a Bibliában, a római levélben, és megvilágosodott előtte, hogy nem kell félni az Istentől, és senkinek nem szabad félni az Istentől. Félni őt azt jelenti, hogy tisztelni és magasztalni abban a pozícióban, hogy ő a világunknak. Szóval ott áll Luther Mártonhoz, mint ide elképzelni, mi lennék a birodalmi ülés tisztes előjárói. És azt mondják, Luther Mártonhoz, fordd vissza a tanaidat, és akkor megmented az életedet. És Luther Mártonhoz a közismert mondatát mondta el, itt állok, és másképp nem tehetek. Nincs értelme másképp nyilatkozni, nincs értelme az életemnek, a eladom a hitemet, a megnyugodott lelkemet, a szívem dobogását, azt a megvilágosulást, ami Isten lelke végzett el bennem a Biblia alapján. Ragaszkodott az Úrhoz, és mindahhoz, amit a Szentírásból megértett, hogy Jézus által és csak is által a Szentírásból, csak is a Szentírásból ő megismerve van örök élet és bűnbocsánat. De más élethelyzetben élták valami hasonló Kálvin János, református reformátoron, akinek gyönyörű munkája volt a Genfi város tanácsában és a Genfi gyülekezetben, harmóniába hozta a lélek, a Szentlélek, a Biblia, a gyülekezetnek és a városnak egyszer az életét. És ez a legfantasztikusabb dolog, amit átélnek egy város, egy falu, és egyszer csak telítődtek az Isten szabályaival, a rendjével, az Isten szeretetével, és elzavarták a saját városában a reformátor. Szégyenletesen megalázva el kellett menekülni a otthonról, Genfről, Kálvin Jánosnak, és egyszer csak rájött az a tanács, amelyik irányította a város, és nem tudtak előre haladni a meggyógyulás útján, hogy nem megy ez. Nem megy ez az Isten nélkül, és kell nekünk ez a Kálvin János, és nem dolgozották vissza a városba. Gyakorlatilag is egy ilyen vallatáson ment keresztül. Hitalról tartozkodott a meggyőződéséhez, és igaz, hogy sok szenvedés áldozathozatal állát, nem bebizonyosodott, nem az ő igaza, hanem a Krisztus igazságnak, az egyenesség, a tisztaság, az Úr iránti elkötelezettség. Kedves fiú, lányok, kedves felnőttek, már csak egy kérdés volt hátra,
mi számunkra van, az, hogy mi hogyan viselkedünk. És most nem a magatartás jelenre vagyok kíváncsi, amely halálnak tükrözi egy-két tanuló esetében, hogy egy kicsit mozgalmasabb az életünk a többieknek, hanem az életvezetésünkre, a gondolkodásunkra, az eltökéltségünkre, a meggyőződésünkre, vagy a bizonytalanságunkra. Hogyan viselkedsz? Mi református iskolából járó diák, amikor a rokonaid közül, a barátaid közül, akik nem revisták, valaki megkérdezi, hát te hiszel Istenben? Esetleg tudja, hogy Péter zaklatba összeállítunk, és azt mondod, ó, de hogy te, hogy csak beiratod a szüleidnek a református iskolába. Ha megkérdezi tőled, fiatalkodtól vagy tőlünk felnőttektől, hogy szoktuk-e imádkozni, akkor rájuk egyet a fejünkön, és azt mondjuk, hát nem, nem tudom, ha eljárni, mert itt vannak ezek a csodálatos Isten tiszteletek, meg hát az anyósom, meg az anyám, meg a család, ahol bekerültem, az kerülnékben vallásos, és mennem kell velük. De ahogy szoktam, én is lehajtom a fejemet, amikor imádkozom a templomban, de mindig máson jár az eszem. Vagy egyértelműen válik-e nekünk, magyar protestánsoknak, hitvalló keresztényeknek, hogy használjuk a Bibliát a szó igazi, merős értelmében. Hogy a Biblia az életünknek nem regényszerű alapolvasmánya, nem az intelligenciával akarjuk növelni a Biblia ismerettel, hanem elhisszük és halljuk, hogy a Biblia sorain keresztül az Isten beszél az emberhez, úgy, ahogy senki más nem tud beszélni. És még arra is képes, hogy amikor 500-an vagy még többen együtt vagyunk, akkor valamit megértessen az ő lelke eleje által velünk. És ugyanazt értsük, és erősödjön a közösségünk, az iskolánk, a gyülekezetünk, a városunk, mert megértettük az Isten szavát. Mert a reformáció, amiről a mai napon megemlékezünk meg ezekben a napokban, tulajdonképpen ide is visszavezethető. A megnyilvánulásainkra, a meggyőződésükön alapuló megnyilvánulásainkra, a reformációkkal is nem zárunk be. Az csak elkezdődött. És folytatódik. Belünk folytatódik. Mert Isten számít rám, hogy hogyan olyan hűségesek leszünk, mint a reformátorok, vagy más hitvalló hőseink, itt különösképpen Birbátorok a nagy neveket lehetne felidézni. Az Isten számol velünk, és azt mondja, ki lesznek ennek a nemzedéknek a reformátorai, akik azt mondják határozottan és biztosan, hogy úgy van, ahogy a Bibliában találjuk, egyedül hitáltat, egyedül Krisztusért, egyedül kegyelemből van üdvösségünk, és nagyszerű ez a fantasztikus templom, amely visz a környéken minden műemlék épületet, de egyedül Isteni a dicsőség. Tehát arra kérlek benneteket, a mai napon, amikor a foglyok a felállításával nyomot hagyunk, nem egy zárt udvaron, hanem egy nyílt térben, közterületen, hogy hirdessük ennek a világnak azt, hogy mi elkötelezett keresztények vagyunk. Arra kérlek benneteket mindannyiótokat szeretettel és tisztelettel, hogy legyetek bátrak, bátor nyilvánulóak, amikor szint kell vallani, amikor az emberek megkérdeznek, megvizsgálják az életünket, és azt mondják, hogy egy kicsit másabbak, vagy nagyon másabbak, érzik a bennem levő hitet, elkötelezettséget. Légy bátor, itt halló, és én csak azt tudom megígérni, hogyha az leszel,
és megpróbálod a lélek szavaszait. Akár hallottam, akár megkérdezek, mondd azt, mit állod, és másképp nem tehetek. Hiszek a Szent Háromság Istenben, hiszem és vallom az Isten iránta való kegyelmét, amely Jézus által nyilvánult. Amen. Imádkozzunk. Hálásan köszönjük neked, mennyei Atyám, hogy elfogadod a mi bizonyságtételünket. Nem csak itt a szomszédkedben, ami körülmények között van, amikor kimegyünk az utcára, és találkozunk a másik többi iskola tanulóival és tanáraival, amikor hazamegyünk a családi közösségünket, vagy a kutyájunknek. Köszönjük, hogy gyermekei lehetünk, itt bizonyosságunk lehet, és köszönjük, hogy nem kell elvonulnunk a hétköznapokban, hanem rátekintve, szükséges tanítványai és szükség szerint reformálni a jövőjét. Kérünk, áld meg bennünket ebben a közösségben, akikkel összeinterkeztünk, az emlékezés, az ünneplésre. Áld meg azokat az embereket, akik megállnak a jelenet a mondata előtt, hogy legyen érdeklődésünk, elolvasni a rajta, mit akar kifejezni, és legyen bátorság, hogy továbbadjon a saját életünket. Segítsen az iskolákat, a gyülekezetünket, a városunkat, a nemzetünket, azokat, akik irányítják az országot, a várost, a gyülekezetet és az iskolát, napot, hogy látsz fel bátorsággal, józansággal és tisztalátással. Mindenható Isten, vigyázz ránk, hogy mi is vigyázzunk arra a rákatintse, a hitben, amit előre fogunk. Amen. Együtt imádkozzunk pontosan az Úr Jézusból tanult imádságot. Tisztelt ünneplő gyülekezet, tisztelettel és szeretettel köszöntöm gyülekezetünk vezetősége nevében dr. Gál Sándor, a Nyírségi Espere Református Egyházmegye esperesét, megköszönve neki az ige hirdetésben elmondott ünnepi gondolatait. Köszöntöm az egyházmegye vezetőségét is, főgondnokurat, köszöntöm lelkipásztor társaimat a különböző felekezetek képviseletében is, köszöntöm helyettes államtitkár urat, képviselő urat, polgármester urat, köszöntöm a helyi közösségek, közintézmények vezetőit, képviselőit, az oktatási intézmények jelenlevő vezetőit, hivatalnokait, és nem utolsó sorban hadd köszöntsem nagy-nagy szeretettel a Bátori Anna Református Általános Iskola vezetőségét, tanári karát, szülők bizottságának a képviselőit és titeket is, kedves diákok. Két, illetve három évszám van most a fejemben. Az egyik az 3000 év, a másik az 2000 év, és a harmadik pedig az 500 év. Mindegyik mérföldkő egy gyülekezet, illetve egy közösségnek az életében. Az első évszám az egy mérföldkő Izrael népének az életében,
A második az, ami keresztjén, mi voltunknak, a keresztjén közösségünknek az életében. Az 500 év pedig annak a mérföldköve, amelyen most állunk. És mindegyik mérföldkő az ugyanakkor nem megérkezést jelent, nem célba érést jelent, hanem egy kicsit megállást, egy kicsit megszusszanást, egy kicsit visszatekintést és erőt kérést a továbbiakra. Én egy igét hoztam, amellyel szeretném köszönteni az ünneplő jelenlévőket, Sámuel első könyvéből, annak a 7. részének a 12. versét. Így szól az ige. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Eben-Háézernek, mert ezt mondta, mindeddig megsegített bennünket az Úr. Mindeddig megsegített bennünket az Úr. Ezzel a hálával a szívemben állok itt, és kérem az Úristennek az áldását arra, hogy a következő 500 évre, következő 20 vagy akár több nemzedékre áldjon meg és segítse meg a mi népünknek, nemzetünknek, keresztjén közösségünknek az életét, és kísérjen az ő áldásával a hétköznapokban is. Adjunk neki hálát most is, hogy mindeddig megsegített bennünket. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünkön igét hirdetett nagy tiszteletű dr. Gál Sándor, a tiszántúli református egyházmegye esperese. Szeretettel megköszönöm Fazekas Ferenc Sándor nagy tiszteletű úrnak, a nyírbátori református egyházközség lelkipásztorának az igei köszöntőjét. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén kérem a tisztelt gyülekezetet, hogy orgonaszó kísérete mellett énekeljük el közösen nemzetünk imáját, a himnuszt. Orgonán kísér Fazekas Eszter lelkipásztor. Tisztelt ünneplő gyülekezet! Szeretettel köszöntöm a reformáció 500. évfordulója alkalmából ünnepi Isten tiszteletünkön megjelent kedves vendégeinket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm nagy tiszteletű dr. Gál Sándort, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesét, Nyeste Ferencet, a Nyírségi Református Egyházmegye gondnokát, nagy tiszteletű Tárnok Ferencet, református iskolánk nyugalmazott lelkipásztorát és feleségét Tárnok Ferencnét,
Nagy tiszteletű Fazakas Ferenc Sándort, a református egyházközségünk lelkészét és Fazakas Eszter lelkipásztort, iskola lelkészünket. Dr. Bátori Gábort, a Nyírbátori Református Egyházközség gondnokát, a Nyírbátori Református Egyházközség presbitériumát, igazgató tanácsának és gyülekezetének tagjait, Kis Zsolt görögkatolikus parókust és ünnepségünkön résztvevő egyházak lelkészeit, hitoktatóit. Tisztelettel köszöntöm világi vendégeinket, dr. Danku Csaba urat, a Közigazgatási Államtitkárság jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárát, dr. Simon Miklós urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, dr. Éliás Tündét, a Nyírbátori Járási Hivatal vezetőjét, dr. Trefán Szabolcsot, a Nyírbátori Járási Hivatal vezetőhelyettesét, Máté Antal urat, Nyírbátorváros polgármesterét, Nyírbátorváros önkormányzatának képviselőtestületének tagjait, a jelenlévő intézményvezetőket, munkatársakat, a média megjelent képviselőit, valamint a kedves szülőket és a református iskolánk közösségének minden tagját. Tisztelettel felkérem dr. Danku Csaba urat, a Közigazgatási Államtitkárság jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárát ünnepi gondolatainak tolmácsolására. Kedves gyerekek, diákok, tisztelt egyházi és világi vezetők, tisztelt képviselő úr, tisztelt ünneplő közösség. 500 év, mely kétszeresen fontos szám most Nyírbátorban. Elsőként szóljunk 1517. október 31-éről. E jeles napon egy fiatal ember olyat tett, amit mások addig nem mertek. Luther meghallotta az emberek igazi kérdéseit, s volt bátorsága lépni is feléjük. Volt bátorsága egyszerűvé tenni az ige hirdetés nyelvét, átalakítani a liturgiát, és mélységében megnézni a Szentírás mérlegén bizonyos tanításokat. A reformációval az apostoli folytonosság megtapasztalását tette újra lehetővé. Luther Márton 95 tételének közzétételével elindított egy folyamatot, amely visszafordíthatatlannak bizonyult. Kezdetét vette ugyanis Európa vallási térképének megújulása, ami később hatást gyakorolta az élet számos más területére, legyen az politika, gazdaság vagy jogtudomány. 500 év. Szólnunk kell azonban egy közösségről is, mely Közép-Európa viharos századaiban töretlenül ellenállt minden bajnak, s minden rosszból megerősödve, gyarapodva került ki az utókor számára. Ez a közösség nem más, mint Nyírbátor és térsége, ahol a reformáció hazánkban az elsők között talált értő fülekre és érző szívekre. Nyírbátor elmondhatja magáról, hogy az egyik legrégebben működő helyi közössége, jelesül a református, immáron közel 500 éves múltra tekinthet vissza. És ez a múlt olyan, melyre mindannyian büszkék lehetünk, akik erről a vidékről származunk, és még azok is, akik velünk együtt magyarok. Büszkék lehetünk, mert maradandót alkotott a város és a térség javára. Ha számba vesszük az oktatást, a város építészetét, kulturális életét, láthatjuk, hogy a reformáció mi nagy hatást gyakorolt hazánk e szegletére, olyan hatást, mely nélkül talán már nem is állhatnánk itt. 500 évvel ezelőtt a reformáció válasz is volt az akkori Európa egyre jobban mélyülő válságára, a kontinensnek pedig van mindenhol a történetből, mert szellemi megújulás nélkül ma sem keveredhet ki jelenkorunk válságaiból. A reformáció a magyarságnak olyan nemzeti kincset adott, amely felekezetre való tekintet nélkül mindenkié. Magyarországon a reformáció erősítette az ország identitástudatát, magyarságát és a kereszténységet, ami az azt megelőző évszázadokban megalapozta, azt követően megtartotta államiságunkat, biztosítva ezzel fennmaradásunkat. A kereszténység és a reformáció tanai nélkül nem éltük volna túl a török pusztítását, az azt követő elnyomást, a három részre szakadt ország akár fel is olvadhatott volna a Kárpát-medencei népek olvasztó tégeiben. Reformáció nélkül a nemzeti életben maradás alig ha sikerülhetett volna.
de beszélhetünk akár a 20. század nagy nemzeti tragédiáról, példának okáért a több évtizedes szovjet elnyomásról, amik ékesen bizonyították és bizonyítják ma is, hogy hazánkban a kereszténységnek vezető szerepe van, kereszténység nélkül nincs magyarság, nincs Magyarország. Engedjék meg, hogy felsoroljak néhány nevet. Csokonai, Gárdonyi, Kazinci, Kossuth, Tisza, Betlen, Móricz. Magyar személyiségek, akik a reformáció követőiként erősítették hazánk költészetét, kulturális életét, politikai világát, nemzetünk összetartozását. Mind a kereszténység, mind a reformáció olyan örökséget hagyott ránk, amely napjainkban egyre inkább szükségünk van annak érdekében, hogy Európa és a világ mozzajló változásait győztesként élhessük meg, és a változásokat követően mi magyarok többek legyünk lélekben, és többen legyünk lélekszámban hazánkban, a Kárpát-medencében. Mint ahogy említettem, 1517. október végén egy fiatal ember világra szóló tettet hajtott végre, szembefordult a hatalmas túlerővel. Ma, a 21. század elején nekünk magyaroknak is ezt kell tennünk az Európára nehezedő migrációs nyomással szemben. Ugyanakkor szerencsésebb helyzetben is vagyunk, ezt elmondhatjuk magunkról, mint Luther volt egykor, mert mi magyarok egyszerre több millióan emelhetjük fel hangunkat az Európa vesztére törő erővel szemben. Azzal az erővel szemben, amelynek célja, hogy több millió idegent hozzon Európa országaiba. A nem is oly rég még erős és keresztény Európa nyugati fele hol nem törődömségből, hol naivságból sorra feladja templomait, eltünteti vallási szimbólumait, és hátat fordít a saját kultúrájának, észre sem véve, hogy ezzel saját jövőjét dobja el. Európa akár csak 500 éve, napjainkban ismét döntés előtt áll. Európaiság, jólét, szabadság és biztonság. Egyszerűnek tűnő fogalmak, melyek most veszélybe kerültek nálunk. Fogalmak, melyek kereszténység nélkül nem biztosíthatnák azt az életformát, amiért a világ több pontján csodálva tekintenek ránk, magyarokra. Nem szabad hagynunk, hogy mindez veszélybe kerüljön, amit őseink több mint egy évezred alatt felépítettek nekünk, és amit mi tovább viszünk gyermekeinknek, unokáinknak. Nem szabad hagynunk, hogy egy olyan új rendet erőltessenek ránk, melyben nekünk magyaroknak számkivetettség, jogfosztottság, üldöztetés jutna osztály részül saját hazánkban. Egyértelmű válasz utak előtt állunk. Gyarapodunk, vagy elfogyunk, kiállunk magunkért, vagy beolvadunk, asszimilálódunk, megőrizzük a saját kultúránkat, vagy jövevény kultúrák kiszorítanak bennünket. Legyen mindannyiunk közös célja továbbra is a nemzeti gyarapodás, a kultúránk megőrzése, a gazdaságunk erősödése és erősítése, a munkahelyteremtés, a bérek folyamatos emelkedése, a munka, a család becsülete, a magyarság és a keresztény hagyományaink tisztelete. Közös célok, melyekért Magyarország kormánya folyamatosan dolgozik itthon, s ha kell, kitartóan harcol Brüsszelben, vagy akár más nemzetközi fórumokon is. Ahhoz, hogy Magyarország megmaradhasson nekünk, nekünk magyaroknak, meg kell erősítenünk azt az összefogást, ami 8 évvel, lassan 8 évvel ezelőtt már a szavazóhelyiségekben megmutatkozott, s hazánk vezetésére a keresztény, polgári, magyar és európai értékelvű parlamenti többségnek adott felhatalmazást. Nemzetünk érdeke, hogy a mostani parlamenti többség folytathassa azt a munkát, amit 2010-ben megkezdett, és ezt a munkát a jövő tavasszal ismét támogathatjuk mindannyian, mi magyarok. A jelen eredményeit, melyekért keményen megdolgoztunk, meg kell őriznünk, a jövő sikereihez nélkülözhetetlenek az olyan összetartó és összetartozó közösségek, mint a Bátori Anna Református Általános Iskola, vagy Nyírbátori Segélytérsége. A mai napon tanúságot teszünk a Kopjafa felavatásával múltunk és jövőnk nagysága előtt, melynek mindannyian részesei lehetünk Magyarországon, éljünk akár a fővárosban, az ország bármelyik szegletében, vagy a Tiszán túlon, ahol mindannyian otthon vagyunk. Köszönöm szépen!
Tisztelettel felkérem dr. Simon Miklós urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Köszönöm szépen, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntelek benneteket, kedves diákok, kedves vendégek. Én a köszönet hangján szeretnék szólni arról a munkáról, arról a szeretetről és törődésről, amit a térségben élők nap mint nap kapnak a reformátusoktól. A református egyház társadalmi szerepvállalása meghatározó a térségünk életében. Oktatási, nevelési intézményükkel, szociális és karitatív munkájukkal sok száz, ezer honfitársunknak nyújtanak segítséget, természetesen a hitéleti munkájuk mellett, a mindennapokban. Arról szeretnék szólni röviden Önöknek, hogy ránk, katolikus emberekre, ugye államtitkár úr is római katolikus, én is az vagyok, hogyan hatott a térségben élő reformátusok lelkülete. És amikor ezen gondolkodtam, és körülnéztem, hát megtaláltam a választ, mert éreztem azt, hogy a reformátusok segítettek nekünk katolikusoknak a világlátásunk formálásába. Azt láttam katolikus emberként egy református közösségbe kerülve, hogy a reformátusok sokkal nyílt szívűbbek, a világlátásuk egy kicsit más, mint a mieink. És hát ezt Calvin János intelmébe találtam meg a napokban. A teremtett világ Isten dicsőségének színpada. A teremtett világ Isten művészi alkotása, amit csak csodálattal és tisztelettel illő szemlélettel kell fogadnunk. Nos, én azt kívánom a születésnap alkalmából az itteni reformátusoknak, hogy azt a töretlen kitartást, szeretetet és tenni akarást, ami a térség felemeléséért van, azt tartsák meg, és segítsenek nekünk abban, hogy ebben a térségben Nyírbátor is körzetében nap mint nap el tudjunk jutni odáig, hogy segíteni tudjunk az embertársainkon, és Isten, az emberek isteni küldetését nap mint nap segíteni tudjuk. Isten segítsen ehhez bennünket. Köszönöm szépen. Szeretettel felkérem ünnepi köszöntőjének megtartására dr. Bátori Gábor gondnok urat, a Magyar Nemzeti Múzeum Bátori István Múzeumának igazgatóját. Tisztelt ünneplő közösség, kedves ifjúság! A reformáció kezdetének 500. évfordulóját ünnepelve fél évezredről szólni, ráadásul fiatalok előtt nem egyszerű dolog. Több okból sem az. Azért, mert az 500 év önmagában véve hatalmas információhordozó. A reformáció pedig igencsak összetett hatású, máig tartó és ható folyamatokat indított el Európában, a keresztény civilizációnk területén. Mi felnőttek is folyamatosan újra éljük a vele elkezdődött változásokat, táplálkozunk az általa kibocsátott erős fényből, a reformátorok tanításaiból, tetteikből, gondolataikból, hogy meglássuk a fényt és erőt adó Istent, de meglássuk azokat a milliókat is,
akik között munkálkodott a reformáció, és megpillanthassuk közöttük magunkat is. Tehát mi is a reformáció? Egy vallásújító mozgalom, nevezhetnénk akár az Alpok-hegység rendszerétől északra elterülő Európa reneszánszának is. Egy változás kezdete, melyben a mi életünk megújulása, a mi lelki életünk megújulása az igaz ember hitből él, épp úgy benne van, mint a művelődési eszmények, az egyházi szertartások és hétköznapjaink szokásainak az átalakulása. 1517. október 31-én a helyszín Németország, pontosabban a szászországi Wittenbergi vártemplom kapuján Luther Márton, a teológiai tudományok doktora, professzor, kiszekez egy plakátszerű papíron 95 tételben összefoglalt gondolatsort, melyek arról szólnak többek között, hogy az üdvösséget a hívő embernek nem a bűnbocsátó cédulák adják, hanem egyedül az Isten. Arról szólnak, hogy igazságot az Isten nem büntetés révén oszt, hanem kegyelmezés útján. Arról szólnak, hogy nem is a jó cselekedetek szerint kapjuk a kegyelmet, hanem az részesül benne, aki hisz, és ebben különösebben a szentek közbenjárása nem számít. Ezek voltak azok a kérdések, melyek az egyház fejben és tagjaiban történő megújítására vonatkoztak. Ám a kérdésekre akkor nem érkezett válasz. A robbanást a nyomdászok munkája teljesítette ki. Ők ugyanis kinyomtatták a vitatételeket, és két hét alatt Németföldön és Európa szerte elterjedtek az emberek között a gondolatok. Luther ezt követően lefordítja egységes német nyelvű a Bibliát, e példa elindítója lett más népek nemzeti nyelvén megjelent bibliafordításoknak, így a magyar nyelvűeknek is. Az evangélium olvasható lett. Luther Márton egyházújító reformátori mozgalmát mások is követik, Svájcban ketten is, Zwingli Ulrich és Calvin János, akiknek tanításai sok mindenben igen különböznek a Lutherétől és egymástól is, de egyben, mint reformátorok közösek. Igéjével Isten küldte, vitte, irányította őket a régi útról az addig nem taposott ösvényre. Diákok hada kelt útra az európai országokból, így a mohácsi csatavesztés után a három része szakadt Magyarországból a reformáció fellegvárait jelentő egyetemekre. A magyar diákok diákszervezeteket hoztak létre, ahogy akkor hívták ezeket, magyar burzában éltek, ebben a közösségben őrködtek egymás viselkedése és tanulmányi színvonaluk erkölcsi életük fölött. Kötelezettséget vállaltak, hogy külföldön hazánknak barátokat szereznek, és hazajöttek, hogy megreformálják egyházuk számára a hitet, papok legyenek, tanítókat neveljenek, igét hirdessenek, ifjúságukat hitükben megerősítsék, írni, olvasni tanítsanak, és maradásra, túlélésre biztossák népünket. Így épülhettek fel Magyarországon is a reformáció templomai, így lehetünk mi magunk is ebben a református templomban. Kedves ünneplő diákok, most hozzátok szólok. Az 500 évvel ezelőtt Wittenbergből kiindult reformációs mozgalom nagy vihart indított el Európában, öntudatra ébredt a protestantizmus. Az 500 év küzdelmeiben okulva ne felejtsétek el a következőket. Egy nemzet élete azzal több, annál értékesebb, minél többféle lelkületű ember dolgozik a haza céljainak eléréséért. Mi, protestánsok, nem felejkezhetünk meg arról sem, hogy a Biblia szellemében Isten munkatársai vagyunk, az ő országát építjük, értelmünket fejlesztő tanulással, viselkedésünkkel, mindennapi tetteinkkel. Zárjuk tehát szívünkbe az 500 éves múlt tanulságát, legyünk méltók hitvalló őseinkhez, legyünk hűségesek közönségeinkhez, itt Nyírbátorban, a hazában. Ehhez kívánom mindnyájatoknak Isten áldását. Az igaz ember hitből él.
címmel irodalmi összeállításban Luther Márton életének főbb állomásait és tanainak alapvetéseit ismerhetjük meg Nagy Zsófia, Zihar Patrícia, Szigeti Orsolya, Laskovics Dóra előadásában. A műsorban felcsendülő zsoltárt Lehel Kamilla, Pap Evelin, Lukács Vivien, Forbauer Flóra, Kocsis Vivien Alina, Nagy Anita és Tóth Petra előadásában hallhatjuk. A tanulókat felkészítette és közreműködik Subáné Kis Judit és Madai Erika tanárnő. Valami ritka rend, széthúzó erők erős egyensúlya, mély belső bizonyosság idebent. Bizonyosság arról, hogy élni jó, szenvedni elkerülhetetlen, szeretni tisztán, megistenülés, meghalni szép, s a kifejezést meglelni mindezekhez. Felséget, az igét mindezekhez. A béke ez. Orkán ordíthat aztán odakön, robbanhat ezer bomba. Kárba ment, de kárt nem okozott. Bent, csend, a béke itt kezdődik. Bent, csend, Isten hozott. Október 31-e a reformáció emléknapja. Jelentése: visszatérés Istenhez. 1517. október 31-e történelmi nap ez. Ezen a napon Luther Márton, Ágoston rendi szerzetes, mint egy vitaindítóként kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, mely reformok sorozatát eredményezte az élet minden területén. November 11-én született Eislebenben egy bányász fiaként. 1505-ben élete drámai fordulatot vett. Egy viharban életveszedelembe került, s megfogadta, ha megmenekül, Istennek szenteli az életét, szerzetes lesz. Ígéretét betartva 1505-ben belépett az Ágostonrendi kolostorba. A Biblia értelmezésénél jelentkező nehézségei juttatták el a megvilágosodás pillanatáig, vagyis a reformáció alaptételéhez. A hitből fakad az Isten szeretete. A 95 tétel rövidesen megjelent németül,
és a pápa karikatúrájával terjeszteni kezdték. Innen számítjuk a reformáció kezdetét. Ó, erős és kegyes Isten, szent vagy cselekedetidben, és sehol senki nincsen hozzád hasonló. Luther több teológiai tanulmányt is írt. Számára igen lényeges volt a zene, az egyházi ének, amit Isten egyik legszebb és legcsodálatosabb adományának tartott. Énekszövegeket is írt németül, melyek között megtalálható egyházunk himnusza is, az erős vár a mi Istenünk kezdetű. Luther Márton 1546-ban halt meg, és a Wittenbergi vártemplomban helyezték utalomra. Luther 95 tétele teljesen őszint hozott. Az akkori egyháznak a hittételeit próbálta visszavezetni, a Szentírást alapul véve a helyes útra. Nem lehet azt mondani, hogy tanai kemény támadást jelentettek volna az akkori egyház ellen, hanem mint tudós, tanár, szerzetes, a Szentírás alapján próbálta magyarázni a megigazulásról, üdvösségről szóló tanítást, bűneinknek bocsánatát, az embernek, Istenhez, Krisztushoz való viszonyát. Az akkori körülmények között azonban ez mégiscsak az újdonság elejével hatott. Az emberek pedig lassan ráébredtek arra, hogy hitből, hit által, kegyelemből van az üdvösség. Az igaz ember pedig hitből. A reformáció nem pusztán a 16. század emléke. Egy közös örökség mindannyiunk számára. Az a megvilágosodás, az a szellemi újjászületés, amit a reformáció jelentett, és jelent mind a mai napig. 500 éve dolgozik az emberiség történetében. Most sem hozzá, de így, hogy ma is, reformáció.
László kivonulást követően fáradjanak át a Báthori Anna Református Általános Iskola előtti térre, ahol a reformáció 500 éves évfordulója alkalmával fogja válítása kerül sor. Ünnepi Isten tiszteletünk végén zárói nekén énekeljük el a 434. dicséret valamennyi verszakát. A 434. dicséret így kezdődik: Vezess Jézus úr!